Ízelítőt az Egerben élők is kaphattak a hóesésből, de ennél jóval intenzívebben rázta meg Dunáját Hollaanyó a Mátrában, a Kékesen. Voltak gyerekek, akik már most kielvezték a szánkózás örömeit. Tényleg most nem sokan jöttek föl, vagy nincsenek sokan. Az úton is, ahogy jöttünk föl, 3-4 autóval találkoztunk, amik nagyon óvatosan mentek lefelé, mert itt azért még az út is havas. Hát nagyon jól érezzük magunkat, megnéztük a webkamerát, láttuk, hogy hol van. Igaz, hogy mi itt a túloldalon lakunk, most nem látunk föl Kékesre, mert Parádról jöttünk föl, de hát azért már jó, hogy van egy kis hó. Nem csak a gyerekek, az idősebbek is élvezik, hogy most időben beköszöntött a tél. Nyugdíjasok vagyunk, és kihasználtukat. Telelt meg ezt a novemberi telet és havat, és szerettünk volna egy szép teli tájat látni. Egy kicsit fázunk, de azért örülünk ennek a jó időnek, mert ez nagyon jó. A hóágyúk is működésbe léptek, hiszen a természetes havazásra rásegítve elérhető, hogy korábban nyithassanak a pályák. Elindult a havazás, elindult a tél, és próbáljuk ezt a havat valamilyen formában megtartani, bár az előrejelzések szerint a következő egy hétben, 10 napban hűvös idő várható. Ez azt jelenti, hogy ha már elindítottuk a hóágyukat, akkor ez egy tökéletes lehet arra, hogy egy picit úgy megtartsuk ezt a havazást, ami jelen pillanatban is úgy látom, hogy egyre erősebb formában hullik itt fent a Kékestetőn. Aki most lecsúszik, annak saját lábán vissza is kell mászni, de valószínűleg nincs messze a felvonók indítása sem. Ha az időjárás a mostani előrejelzések szerint alakul, akár már most hétvégén lehetőség lesz szánkózni a Kékes déli pályáján.